köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Sorban érkeznek hozzánk az igazi tavaszi hangulatot árasztó nézői fotók. Kaptunk egy nagyon nyugodt időről árulkodó naplementét is, Sepsi Szentgyörgyről, Köllő Noéminek nagyon szépen köszönjük. További érdekes időjárással kapcsolatos felvételeiket pedig Önök is küldjék el nekünk a már jól ismert meteorfotókukac@mtva.hu e-mail címre. A folytatás azonban ennyire nem lesz nyugodt, bár túl nagy változékonyságra sem számíthatunk, hiszen egy anticiklon egy magas nyomású képződmény alakítja az időnket, de a szél iránya már fordult déliesre, és ma is ez a délies szél szállít hozzánk az eddiginél kicsit nedvesebb léghullámokat, de gondoskodik arról is, hogy maradjon a kora nyárias meleg. Így ma a nyugati tájakon több ponton 24-25 fok is valószínű. Egyébként itt nyugaton már a délelőtti órákban is előfordulhatnak felhők, de csak délutántól számíthatunk egy-egy záporra, zivatarra. Keleten pedig nyugodt lesz egész nap az időjárásunk, sok-sok napsütésre számíthatunk. Ennek ellenére a csúcsértékek még csak 15 és 21 fok között alakulnak. Majd a folytatásban itt is előfordulhatnak már záporok és zivatarok. Kedden főként elszórtan számíthatunk erre, de szerdán már többfelé csapadékossá válik az idő. A zivatarok környezetében lokálisan akár nagyobb mennyiségű csapadék is lehullhat, illetve a zivatarok környezetében átmenetileg a szél is megerősödhet, de egyébként is nagy területen lesz élénk a délnyugati szél, ennek hatására pedig maradnak a csúcsértékek többnyire 20 fok felett, és az éjszakáink is egészen enyhék lesznek, 10 fok körüli minimumokra számíthatunk. Egészen péntekig kitart ez a kora nyári idő, pénteken viszont egy hideg front is eléri a Kárpát-medencét, ami miatt már az északi a szél támad fel, ez egy picit hűti a levegőt, és egy újabb adag csapadékot is hoz majd nekünk. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!